A Veszprém megyei település már 2007-ben is kezdeményezte a megyeváltást az egészségügyi és oktatási szolgáltatások javítása érdekében. Ezt azért szerették volna, mert Balatonvilágostól az egyes közszolgáltatásokat nyújtó Balatonfüred 41 kilométerre van, ahova nem biztosított az átszállás nélküli gyors kapcsolat tömegközlekedési eszközökkel. Ezzel szemben Siófok csupán 16 kilométerre fekszik. Én abba bízom, hogy ez mindenkinek az előnyére és a gazdaságosan együttműködésre szolgál. Nagyon jó a kapcsolatunk a Siófokvárossal, hiszen együttműködünk iskolába, most az egészségügyben is újra együtt fogunk működni, és építve a korábbi jó kapcsolatokra. Ez mindenkinek előnyös lesz. Nem csak területtel és állampolgárokkal gyarapodik Somogy. Balatonvilágos ugyanis kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az elmúlt években. Így mindössze egy 12 milliós hitele volt, ám ettől most az állami átvállalásnak köszönhetően megszabadult. Ráadásul a volt MSZMP üdülőt sikeresen értékesítette a település, és a beruházó 300 millió forintos turisztikai beruházást valósít meg, és ezzel most már Somogy hírnevét is öregbíti. Nagy ellen vélemény volt az, hogy a megye központ viszont távolabb kerül a községtől, ugye mert Veszprém az egy olyan 35 kilométer, hát Kaposvár az olyan 90-100 körül van, de általában a mindennapokban nem szükséges annyi embernek a megye központba járni. Annál is inkább, mert január 2-ától már a Siófoki Központú Járási Hivatalban intézhetik ügyeiket a balatonvilágosi lakosok is. A tájékoztatón Gelencsér Attila azt is elmondta, ezt a lépést a közigazgatás teljes átszervezésével együtt kellett végrehajtani. Az újra rajzolt választókerületi határokat, a járási határokat is, és az összevont hivatalrendszert is ehhez kellett igazítani, tette hozzá a Somogyi Közgyűlés elnöke.